Kellemes délután neked, üdvözöllek a csatornámon, hogyha esetleg csak este tudod megtekinteni ezt a videót, akkor kellemes estét, ha esetleg reggel, akkor meg jó reggelt kívánok neked, ne tévesszen meg ez a kis kellemes, nyugodt beköszönés, egy rettenetesen pörgős gameplayre invitálnálak meg benneteket, amiben úgy gondoltam, hogy ki kellene próbálnunk, hogy ezzel a felhozatallal 20 darab csirkeollal, 10 000 darab csirkével, és ráadásul 8 darab horribilis méretű birkaollal, azért nem mondom a birkák számát, mert igazából pontosan nem tudhatjuk, mert ugye folyamatosan szaporodnak, de legalább olyan 1600-1700 darab birka fogja termelni nekünk az árut. Szóval az a terv, hogy belepörgetünk az időbe, mint az állatok, aztán veretjük neki, adjuk el a termékeket. Egyébként, srácok, arra gondol, ja, annyit akartam még mondani, hogy betöltöttem az összes gabonát ide, szóval ez megtörtént, beortam a birkáknak az összes gyomot, fügyet, meg még ráadásul 3 darab raklap van az összes helyen. Na, gyerekek, arra gondoltam, akkor pörgessük bele az időbe. Ugye egy vetés forgónyit körülbelül, szóval legalább 3 napot, mert annyi ideig szokott kb. Tartani. Ugye első nap, egy nap pörgetést ugye szoktunk csinálni azért, hogy permetezzünk, utána meg ugye a teljes beérésig minimum még 2 nap. Szóval, csapassuk neki, gyerekek, 1000-rel, legalábbis nem is 1000-rel, hanem 2000-rel, aztán meglássuk, hogy mi lesz. Hát nem tudom, hogy mit kell először eladnunk. Leugrunk gyorsan közben az állatólokhoz, és megnézzük, hogy hogyan fog tenni nekünk itt a dolog. Tehát már nézzünk, hogy ez elvileg 6000... Jó, gyerekek, baj lesz. Ez meg fog ha nem 64 000 liter, úgyhogy bírja gyerekek. Az első nap már is úgy látom, hogy mindjárt megleszünk, és folyamatosan csináljuk tovább természetesen. Ja, ugye nagyon gyorsan termelődik ez a piszkosság, szóval itt vannak ez ilyen problémák. Itt meg egy kicsit rendbe kell rakni ezeket a dolgokat, addig valamit ténykedjünk. Legalább ugye még egy napnyit szerintem kellene tovább fejlesztenünk ezt a dolgot. Az a gond, hogyha ez a raklap meg fog telni, és úgy látom, hogy meg fog telni, akkor ugye már nem fogjuk tudni hova rakni, mert az a baj, hogy a keepernek kellett volna hoznia még legalább egy raklapnyi ilyesmit. Na, oké, csapjuk neki, holnap reggel arra gondoltam, hogy rá kellene nézni, hogy mondjuk valamelyik terméket, mondjuk a gyapjút, hogy mennyire veszik. Jó, van, oké. Megállítjuk, hát 2 nap, gyerekek, az nem is olyan túl sok, szerintem nem is olyan nagyon kevés, aztán már veretjük, és nézzük meg ugye a gyapjú az hogyan megy. Ugye azt csak egy helyen tudjuk eladni, hoppá, pont fölfele megy az ára, úgyhogy akkor okosba pörgetünk addig, ameddig maximalizálódik. És akkor mégse ilyen 3 napot pörgettünk, hanem csak egyet. Gyapjú, mennyi fölfele 1000-re, legalább a 2000 legyen. Egyébként nem valami nagyon jó ára van, én azt hittem, hogy jobb ára van, sőt, srácok, meg is történt az esemény, 2 napot pörgettünk, szóval így 2 napot, ide kell hoznom a úristen gyerekek a idejét, ide kell hoznom a, nem itt van a teherautó, ide kéne hoznom, gyorsan nem megyünk, konkrétan 2 napot, talán még annyit se pörgettünk, megnézek, hogy a tojások azok hogy állnak. A tojások azok elég szolidan állnak, úgyhogy lehet, hogy a tojásokhoz minimum hozzácsapunk még egy napot. De először elvisszük a birkáktól a csodálatos gyapjút. Mindig gyapotot akarok mondani, aztán nem gyapot, hanem gyapjú. Ezt át kellene állítani palintról. Közben próbálom állítani is, úgyhogy ez egy elég érdekes. Bála, tojásos, bort, palett. Szerintem sima palettáknak kell állítani, nem? Szerintem nem kell a más. Na, és a mai részben arra gondoltam, hogy akkor csinálunk egy ilyen feature, megnézzük, hogy körülbelül 2 nap alatt mennyit tudunk termelni, vagy 2-3 nap alatt, és neki akarok állni igazából, az a hátsó szándék, hogy neki akarok állni már minél előbb 2 dolognak. 3 dolognak akarok nekiállni,
Az egyik az nem más, mint a marha, a tenyésztés. Írtam, egy, jobban mondta, egy ember írta, hogy ne vedd már meg a izét, ne vedd már meg azt a területet, és ne csinálj ott marha. Úgy gyerekek, itt mit a, mi van? Itt mi van? Gondoltam, bazza olyan, ami nekem nem jó, de várja, megnézzük a 30... 35-ös, ja, még mindig az abban. Még mindig az abban, két nap múlva még mindig az abban. Ne örítsé meg. Ó, viszont 35-ös megvehetném, és akkor rászabadíthatnám a kombájnokat. Mondjuk az abból, figyelj, amire learatom, meg amire behordom, azt keresünk vele érteni ilyen 1 milliót körülbelül szerintem. Úgyhogy nem lenne egy nagy üzlet. Inkább más fogunk csinálni. Inkább egy kicsit várunk, és megnézzük, hogy mit fog elvetni rajt a gép, ugye a mesterséges intelligencia konkrétan. Hogyha búzát, akkor nagyon örülünk, ha nem búzát, akkor nem annyira örülünk, ha kukoricát, akkor is örülünk. Úgyhogy kukorica, vagy pedig búza nekem nagyon jó lenne. De igazából tök mindegy, mert ha nem, nem fog jót vetni, következő vetés forgónál, akkor azt fogjuk csinálni, hogy akármit is vet, azt behordjuk bunker silóba. Ugye akármiből tudsz szilást csinálni, behordjuk. Jó, srácok? Ja, és egyébként megint megindíthatnám ugye a kaszálógépet. Demon Hill kérdezte, hogy hát nem lesz ebből sose széna? Egyébként én is meglepődök rajt. Elvileg magától is gondolom meg kéne száradnia. Széna forgatás nélkül nem lesz belőle széna az Istennek se. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog. Érdekes feature. Na, várjál már bozzá. Ez nem elég, gyerekek. Nem elég. Az első... hát akkor itt azt kell csinálni, gyerekek, várjál már. Hát ugye csak az elsőnél tellett meg szerintem. Úgyhogy még egy kicsit pörgessünk már az időben, mert az elsőnél tellett meg. Ó, hát akkor mindenképpen, gyerekek, még egy kicsit pörgetünk. Csak az a baj, közben majd el kell szórnom innen ezt el. Úgy. Estig megnézzük, megállítottam, és megnézem a többi. Az lenne jó, hogy ezek is nyílen lennének, azért nem fél izét vigyek el, nem? Na most már mindegy, mert most meg már reggelig kell pörgetni, csak nehogy most meg elmenjen az ára. Hát reggelig mindenképp pörgetünk. Nehogy beszívjunk bele. Egyébként a tojás is szar. A tojás is szar. A tojás is mehetne fölfele. Ugye ez a har... Ó, megy fölfele. Ú, az meg megy lefele. Ne! És nincs több hely, jaj, ne! Nincs több hely a raklapoknak, ej! Jó, hát akkor ezt most nagyon sikerült elcsesznem. Lement ez a, még mindig megy le. Jó, hát mindegy, tök mindegy, gyerekek, ez van. Azt már mindenképp meg kell várnom, hogy menjem föl, nem? Jó, a birkák. Az a lényeg, hogy több raklapot kell hoznom, úgy látom, mert különben nagyon beszívunk. Várjátok, megállítom és megnézzük, nem megy fölfele. Nem, 1400-on bestagnált. Jó, hát akkor még egy nap, bazen. Ez akkor el volt a harmadik nap, és akkor a negyedik nap jön. Hát most már nem hiszem el, hogy nem megy fölfele. Jó, figyeljetek, tudom egyébként, hogy most így fölöslegesen a birkák pörögnek. Mert ugye nem termelnek. És még mindig nem megy fölfele, de most ne vicceljél velem már, hallod? Na jó, oké, megindult fölfele. Akármennyire is megy föl, megállítjuk, és akkor ezt eladjuk. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit... Hát legalább... Majdnem, hogy dupla ennyit tudtunk volna termelni vele, hogyha a keeper egy kicsit előrelátóbb, de semmiképp nem... Oké, állj! Semmiképp nem fogom azt csinálni, hogy én itt videó megvágás lesz, meg ilyesmik, szóval attól ne féljetek. Hibáztunk, elviseljük, ugye sokkal többet tudtunk volna termelni. De ezt imádom már, ja, inkább kiszállok be, mert megőrülök ezzel. De ugye csak itt oldalt akar. Jobb, közelebb kell állni hozzá, úgy látom. Ja. Ja, több raklap kell, több ilyen újrahasznosítható raklap kell, mert különben nagyon becumizunk, mert nem fogja tudni hova rakni, ugye. És az a baj, hogyha elveszed onnan, akkor is három, jó, valami csatorna az megfogott minket. Az a pont, pont nem szedik ki onnan, gyerekek, úgyhogy ez egy eléggé fél. Iba dolog. Ó, te hallod? Ez így nem jó. Nem hiszed, de pont onnan nem szedik ki, hallod? Így meg kell... Emeld meg? Meg kell mozgatnod, mert közelebb meg nem tudsz bemenni. Mondjuk megpróbálom úgy, hogy a csatorna mellett, és akkor befordulok. Hát,
Ez egy eléggé nehézkes lesz. Pont megszivatom magam vele. Na, a legbelsőt megint nem hozta ki. Pedig benne vagyok a ganyéba. Hát gyerekek, ez nem tudom mennyire lesz jó üzlet. Szerintem nem lesz egy olyan hatalmas nagy biznisz, én úgy érzem, srácok ez. Figyeljetek, esetleg így betolatok, csak az a baj, hogyha úgy betolatsz. Jó, oké, most fölvettem a smazlingot. Jézusom, mi van itt, hallod? Van egy csomó, ugye ezek mind ezresek. Ezeres raklapok, szóval ez nem egy nagy üzlet. Ezt itt üzélni. Jó. Ja, ez nem egy olyan hatalmas üzlet. Nem kell megérni, hogy most ezzel nagyon sokat keresünk. Jó. Oké, srácok. Meg ugye majd a tojást kellene megnézni, hogy az is jó árba menjen el. Így kell bevenni ilyen nagyon feldén. Odébb kéne járni ezzel a fenttel. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit keresünk, és akkor ugye tudunk kalkulálni. Ez lenne a lényeg ennek a résznek. Meg az lenne a lényege ugye, hogy egy csomó a három dolgot akarok megvalósítani. Ugye a 41-es köld megvétele. És nem szeri föl sajnos. Ez jó ki van találva, nehogy jól érezd magad. És mindenképpen szálljál le. 41-es föld megvétele, a 35-ös föld megvétele, és a 35-ös földön ugye el kellene kezdenünk a szarvas marháknak a tenyésztését. Úgyhogy ezek a nem is távlati tervek, hanem a nagyon-nagyon közeli tervek. És még mindig írja, hogy nincs hely, remélem, hogy így el fogja engedni. Jó, egyszerűbb kiszállni, mert semmiképpen nem jó az. Jó, oké, minden egyik ki lett ürédve. És még mindig írja, hogy nincs hegy, apjú, nincs hegy, apjú, az érdekes. Még az összeset eltüntettem, nem? Itt is ki van szedve, ott is ki van szedve. Ott is ki van szedve, és még mindig írja, hogy nincs hegy, apjú. Gondolom esetleg, hogy belepörgetnék egy kicsit az időbe, akkor talán elhagyja. Mondd, hogy elhagyja. A gyerekek, miért nem hagyja azt el? Figyeled? Nincs több hely raklapoknak gyapjú, nincs több hely raklapoknak gyapjú. Ja, mert lehet, hogy a lehet, hogy a tisztaságunk lement, de egyébként azt nézem, hogy a kaja szintek azok nem nagyon mentek le, meg a víz szintek. Szerintem a tisztaság miatt fluorolja, hát akkor lehet, hogy azt gyorsan megcsinálom, hogy ne fluorolja, jó? Igaz, hogy nem erre akartuk specializálni ezt a részt, de engem ez egy baromira idegesít, hogy ez... Bazza. Tök idegesítő, hogy ezt csinálja. Ugye ilyenkor csak annyit kell csinálni, hogy visszaöntöd. Szóval ennyi az egész. Még egy kérdésem lenne. Viola Bence küldött nekem tök jó modokat, meg egyébként többen javasoltátok, hogy van ilyen automata, amelyik olyan mod, hogy konkrétan így kipucolja az állatok alját, szóval neked nem kell vele vinkódnod. Na! Azzal kapcsolatban én annyit akarnék így elmondani, hogy Bencének még írtam, hogy valószínűleg van egy olyan mód egyébként, hogy ilyen csapot rakhatsz az állatokhoz, csak meg kell nyitni. Biztos vagyok benne, hogy valakinek nem tetszene, ezért úgy gondoltam, hogy nem csinálom ezt, hanem abba gondolkozok, hogy hogy tudnám ezeket kiváltani, ezeket az ilyen modokat valami úgymond legális dologra. Ezen filózok. És egy olyanra gondoltam, hogy nem lehetne valami futószalagszerű cuccal instant visszanyomatni. Mert gondolom, hogyha egy futószalagba így bekerülne, vagy valami olyan dologba, amelyik így ki tudja szórni, bekerül, kiszórja. Ugyanoda kerül vissza, tök mindegy, csak föl kell menni, meg le kell rakni. Az a lényege ugye ennek a dolognak. Tehát egy futószalagba bekerülne, utána kijönne belőle, akkor már visszakerülne. Tök mindegy mibe, bele kell szedni, utána vissza kell üríteni. Ez nem egy nagyon bonyolult dolog különben. Ott még maradt.
Egyébként írtátok, hogy ez annyi, hogy kikérődzik az állatok. Mondjuk ki, mondjuk konkrétan a vájújukból így kipiszkálják, azt vissza kell rakni. Tehát ez nem is úgy koszolódás, hogy ilyen gonyé, hanem csak így vissza kell öntözni. Elég érdekes megoldás, de jó van. Jó, ezt bocs, megcsináltam, mert irritált, hogy ott fönt írogatja. Na, úgyhogy valamit találjunk ki közösen, gyerekek, hogy mit lehetne, hogy lehetne ezt megcsinálni. Például, hogy meg lehetne valami futószalaggal, vagy valami ilyesmivel. Olyan futószalag kellene, amivel ugye nem kell gépi hajtás, vagy pedig valami olyan beszóró cucc, amivel egyből felszeri és visszatórja, csak be kell indítani, mindenhova egyet lerakni. Ilyenekben gondolkozok, hogy valami hasonlót ki kéne találnunk, gyerekek. Írjatok ötleteket nyugodtan. Ilyen automata modokat nem akarok berakni, mert tényleg... Kelljen pucolni az állatok alját, de oldjuk meg, hogy valahogy úgy kelljen kipucolni, hogy... Valami... Jó, de most mit... Hallod, még mindig írogatja azt a raklap. De még mindig írogatja azt a raklapos szart, de miért írogatja? Igen, most ez majd nagyon irritál. Most belepörgettem, érted? Figyelj, belepörgettem, nincs az egyiknél se. Ki van pucolva az aljuk? Erre meg írogatja. Ez még mindig ilyen ideje? Nem hiszem el. Az jó, hogy itt fogja írni egy 200 órán keresztül ezeket. Lehet, hogy addig, lehet, hogy azért fludolja, mert ugye csomószor befludolta, és ennek még ki kell menni azoknak a message-eknek a logból. Hát ilyen be tudok gondolkozni. Na, elvisszük, ugye egy helyre lehet eladni csak. Az értékesítő állomásra. Tippeljetek, mennyit fogunk kapni, érte én megmondom őszintén, hogy nem nagyon bízok nagy üzletbe. Én a tojásos dolgot úgy látom, a tyúkos dolog az még mindig jobb, mint ez. Öpa. Elfelejtettem, hogy kriptonitból vannak itt a táblák. Na, én tippelek, vagyis inkább egy gyors számolás. Ugye 64 ezresek a ládák, abból van nekünk 8, ugye? Ugye? Az 480, 400... Ja, olyan 500 ezer. Hát ez egy 1 millió, srácok. Én ilyen 1 millióra tippelek. Hát egy ilyen gyors felszámolás szerű akármibe is belefogtam, de egy ilyen 1 millióra gondolok. Ami nem túl jó, viszont hogyha... Viszont nagyon-nagyon keveset esznek, ha belegondolsz, mert ugye még mindig van egy csomó kajájuk, még mindig van egy csomó vizük. Nem valami bonyolult megcsinálni nekik a kaját, meg a vizet sem. Úgyhogy... Betermelsz nekik egy csomót, utána ott hagyhatod őket, főleg, hogyha tudjuk automatizálni a kajájukat. Ugye a vizüket, azokat konkrétan automatizáltuk, mert csak meg kell nyitni bele kell engedni a vizet a tartályba, utána meg ki kell engedni, az egy nem nagy kunszt, mégsem használunk ilyen játékmechanika megváltoztató modot. Ez így oké, ugye? A kajájuk, a tisztítást kellene valahogy automatizálni, valamilyen módszerrel. Akár az legyen, minek nevezik, futószalag, vagy akármi, az a lényeg, hogy kerüljön bele a kanálba, kerüljön ki a kanálból a cucc, vagy akármilyen, bármibe. Konkrétan egy hamster is ott lenne, beindítod, felszedi, kiszórod. Tök mindegy, bármivel meg tudnád ezt csinálni, ugye amivel föl tudod venni. Úgyhogy ebbe kell gondolkodnunk, hogy milyen olyan cucc van, amelyik nagyon hatékonyan, minden olhoz tudnánk egyet állítani. Mert úgy látom, ez a tisztaság a sarkalatos pontja ennek az egésznek, azzal van a legnagyobb probléma. Mármint az tűnik el, hogy az éri el a maxot leghamarabb. Tehát mint olyan kaja, az tök sokáig bírna, az még bírná dupla ennyi ideig, a pia dupla ennyi ideig bírná, az éve magán. A koszolódással. Hát ez flúrolja rendesen. Nézzét. Nincs több hely. Szerintem egyébként azért, mert ugye pörgettünk egy csomót az időbe, aztán szegény bele van keveredve. Hát itt jó messzire kell vinni. Annyit meg fogok csinálni mindenképp, hogy eladóhelyeket rakok le. Én úgy gondolom, hogy figyeljetek, mondok egy jó példát erre. Mi faiparban dolgozunk, vagy én abban dolgozok. A cég, ahol dolgozok, az butorlapot vesz a Falkótól. És nem a Falkó hozza ki nekünk, hanem konkrétan ott egy nagyobb cégnél te veszed meg a dolgokat.
Tehát ez olyan, mintha a tojásokat is, hogyha egy ekkora cégünk van, akkor azért érte jönnek, érted? És az elviszik. És ez egyáltalán nem csites, nincsen benne semmi kecmec, gyerekek, én úgy gondolom. Na, mennyire tippeltek? Én arra tippelek egyébként, hogy ez egy millió. Hűapám, ezt kicsapta, gyerekek. Jó, egy millióra tippelek. Még mindig ürít, ürít. Ürít, ürít, ürít. Ezek azok eltűnnek, ugye csak ezek az újrahasznosíthatók fognak megmaradni végül is. Én egyébként egy millió, többre nem is gondolnék. Ürítsed, ürítsed szépen. Itt van még egy. Figyeljetek, a végén ilyen nagyon epikul eltaláltam. Nagyon érzésem. Ott itt még van azért. Hát, egy milliónál azért több. Jó, én ezt visszaviszem gameplay-en kívül, azzal nem kell itt fáradni, srácok. Hát, de nem sokkal. Szerintem egy millió körül, ja. Végén tök eltaláltam, mert ugye volt valami 100 balágyezrő. Jó, lassan ürül ki. Hát ezt, gyerekek, ezt így szerintem fúra eltaláltuk. Nem? Jó. Ezt fúra eltaláltuk, olyan, ja, olyan egy millió. Egy millió, igen, pont egy milliót kerestünk ezzel, ami nem túl baráti. Hát jó, nem, örülünk egy milliónak azért. De azért ennél többre számítottam. Gyorsan megyünk vissza, megyünk a tojásokhoz. Most annyit kellene csinálnunk, mert el sem megyek a tojásokhoz egyébként, hanem azt csinálom, hogy meg kéne nézni, hogy a tojások rettentő kakán vannak. Úgyhogy nyomunk egy ezt. És akkor megvárjuk, a felső az valószínűleg meg fog indulni, a második értékesítő állomáson menjen föl a tojás. Menjél fölfele? Egyébként ezt rüellem, ezt az ingadozást, meg ez a folyamatos várakozást, hogy menjél már föl tojás, menjél már föl tojás, nem megy föl, érted? Jó, eső lesz, nem számít, de már induljon meg már fölfele az a felső. Végre, bazza, komolyan mondom. Ez egy őrület. 4000, 5000-ig menjen fel minimum. Jó, az jó is lesz. A felső az nekünk tökéletes lesz, gyerekek. Jó. De megvárjuk az alsót. Nem nagyon akarom, mert megint izé besötétedik meg ilyesmi. Az lesz, gyerekek, hogy eladjuk a tojást. Szerintem egy olyan 5 napot azért pörgettünk. Szóval egy ilyen gyenge hetet. És megnézzük, mennyit kerestünk rajta. Eddig ugye 1 millió. A birka, jó lenne a birka, meg ugye az a baj, hogy most meg vannak telve a birka legelőknél, ugye nem tudja hol rakni a raklapot, szóval ott is be kell hordani legalább 4-et, vagy legalább 3-at raklapokból, mert ez így nem nagy üzlet. Egyébként hova megy el? Várjál már. Okay. Ja, ez nem valami nagy üzlet. A tojást azt ugye már kitapasztaltuk, azt úgy tudjuk, hogy tudjuk jól csinálni. A birkákat annyira nem. A birkát is ugye ki kell teljesen tapasztalni, hogy jó. Sajnos az flódolni fogja most már mindenképpen, mert ugye megint tele van. De hiába is szedtük ki, akkor is ugye tele volt. Ja, legalább 3 darab 64 000 literes raklap, ugye akkor háromszor ennyit ki tudtunk volna hozni, 3 milliót tudtunk volna termelni, körülbelül ennyi alatt, mert már biztos, hogy megtalált volna szinte az összes. Várjatok, oké. Okay. És akkor annyit kell csinálnom, mert bocsánat, gyerekek, ez ilyen a box. Ilyen a box, srácok, hogy a full raklapokat, és még látjátok, még mindig nem telett meg. A full raklapokat, azokat elvisszük, jó? Képzeljétek, meddig tart nekem, addig még bekpakolom őket. Most látjátok, hogy ez még nem is olyan nagyon durva, mert ugye fölszeri az autólót.
De amikor nekem kell ide bepakolnom őket, akkor nincs autólót, hanem akkor az van, hogy nekem kell leszednem egyesével a pótkocsiról őket, ide beordanom, úgyhogy sokkal bonyolultabb. Tényleg egy epik hosszadalmas folyamat szokott lenni ez nekem. Nem mint hogyha nagyon panaszkodnék, de azért most látjátok, hogy főleg amikor a kicsi dobozokat kellett kiraknom, na az sem volt. De viszont ezzel szerintem keresünk egy ilyen 3 milliót minimum, úgyhogy egy 4 millió pluszba fogunk lenni, amit instant el is fogunk verni, úgyhogy arra készülhettek. Hú, hát ez rengeteg gyereknek rengeteg van. Ez figyelj, nem is fogom elvinni egyszerre. Hát az ugye nem volt tele, azt azért nem bántottam, de ez nagyon túl sok. Ez körülbelül tudunk számolni, mert szerintem ez dupla fuvar lesz, és az elsőt fogom csak elvinni, a másodikat azt majd elviszem gameplay-en kívül, vagy pedig majd legközelebb. Hát ne csak a fuvarozásról szóljon ez a rész. Egyébként ezt próbálom prezentálni azt is, ám ilyen gyor, hogy ha megfigyelitek, tényleg nem lehetetlen az 1 milliárd euró. Konkrétan idő kérdése, mert hogyha hordod be ugye a gabonát ide, akkor folyamat iszonyat nagy pénzt keresel. Ugye egy nagy földön meg bőven be tudsz itt oda annyi gabonát hordani, hogy akár ilyen 10-20 milliónyi tojás is ki tud jönni. Mondtuk a másik oldal, úristen! Úristen! De ebből lesz pénz, gyerekek, ebből lesz pénz. Ezt figyeljetek, 10 000 raklaponként, nem is tudom mennyi fér föl, valami 40 rakla. Az ugye 400 000 tojás, az 5-tel megszorozva, ugye már 5 000-et adnak érte. Jó, hát ez nem lesz kevés pénz. Nem is csak egy raklap, nem is csak egy pótkocsival lesz. Meg kell nézni akkor most, hogy hogy állnak a földek, leginkább a 35-ös, ez valószínűleg learadták. Ugye nekünk a 35-ös az azért kell, mert oda fogjuk a marhákat rakni. Nézzük. Még ott is van basszus. Jó, figyeljetek, annyit fogunk elvinni, ami fölfér, aztán majd később a többit. Tudunk viszonyítani legalább, hogy hány olból mennyi tojás jött le. A 26 raklap. Okay. Ugye ezért mondtam, hogy tök jó lenne, hogyha valaki tudna segíteni abba, hogy ez az autólodos pót messzebbről szedje, hát ezt nem is rakom föl, messzebbről szedje a raklapokat, mert akkor ugye sokkal könnyebben dolgoznék, mert akkor az olból ki tudná kapkodni. Csak így meg pont olyan messze szedi, hogy az olból nem tudja ezt kiszedni. És ez emiatt ugye nekem mindig itt végig kell mennem, különben sokkal egyszerűbb lenne, hanem csak végig vezetnék mellette, és kapásból fölszedni. Szóval itt megspórolnék szerintem 15 percet minimum. Most látszok, lassan már nem fog fölférni több. Ugye konkrétan az összes raklap az úgy szedtem ki, hogy ugye csak a teliket. Van, azért még fér. Látjátok, egyébként ilyenkor ugye rengeteg object van a környéken. Ugye itt van egy csomó gép, itt van konkrétan az összes gép. Jó, itt vannak a kombájnok, itt van minden. Ilyenkor azért keményen lagoltak, meg itt van 20 hol. 10 000 darab csirke. Úgyhogy itt igen, itt vannak problémák, lehet, hogy mentek is egyet, nehogy véletlenül is valami történjen itt velünk. Mert azért nem örülnénk egy crashnek. Ennyi munka után már. Igen, egyébként tényleg az is a célom ezzel a résszel, hogy prezentáljam azoknak, akik így arra gondolnak, hogy hát ez lehetetlen megcsinálni, hogy meg lehet csinálni. Mert igazából iszonyat mennyiségű pénzeket tudsz már termelni. Ugye nem is tudom, két résszel ezelőtt is elvettünk 3 millió.
Hát most is ugye be fogunk termelni rengeteg pénzt. Meg ugye ennél még csak többet tudtunk volna, hogyha okosan csinálom a birkákat. Mert ugye a birkáknak szépen bepakolok egy csomó raklapot, akkor nem ennyit tudtunk volna elvinni, hanem ennek a többszörösét. Meg még ráadásul ugye körülbelül, nem is tudom, megnézed, ugye még a majdnem félig van a szénájuk, tehát majdnem dupla ennyit ugye be tudtál volna termelni. Mármint ugye ennyit ki tudtál volna hozni belőlük. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy pénzeket lehetne így akasztani. Hoppá, ebből kiborult egy kicsi. Mi a, megtelett? Megtelett gyerekek, jó van, akkor ez megy vissza. És még van, azt hiszem, hogy három ólnyi akkor, amiben maradt. Úgyhogy még bőven lenne, de már több nem fér. 40 raklappal, gyerekek, 40 darab raklap. Ez körülbelül olyan 2 millió. Minimum, ugye? Jól számoljuk? Nem 2 millió? Várjátok, melyik hova kell mennem? A izéhez kell, ugye? 5300. Egyébként lehet, hogy érdemes lenne megvárni a másikat. Nem várom meg. Bár ekkora mennyiségnél azért már eléggé ugranak a több százezerek. Hogyha 1-2 ezerrel, vagy 1-2 százal is ugye többet adnak érte. Ugye rajtunk van 1,5 millió tojás, konkrétan, ugye? Majdnem 1,5 millió, 400 000 tojás. Itt ne a 400 000 tojás. Jó. Ez több mint 2 milliót fog érni gyerekem. És annyit csináltam érte, hogy learadtam, mert körülbelül majd, hogy nem, ugye már ki volt kürülve az etető részek. Learadtam azt a kicsi földet. Ami megcsináltuk egy rész alatt, a vetéstől az aratásig minden. Annyit csináltam, plusz még ugye legalább, hát nem tudom, körülbelül ennek a fele talán még benne van, ugye most pörgetni, úgyhogy egy ilyen, szerintem egy 3 milliót ugye tudná termelni. Úgy gyerekek, ez azért nem kevés, vagy onnan el kéne raknom azokat a raklapokat, mert abból lesz gond, hogyha rárakom szerintem. Meg jó lenne egyébként, ha nem keverednének össze, na akkor abból megint lesz nekem, gondolom. Na várjatok, ezeket elszórom innen gyorsan, jó? Ezeket ne keveredjenek bele. Mert ugye, hogyha fölveszem autóoddal, akkor összekeveri, akkor aztán lesz baj. A tyúkoknál lesznek a izé raklapok. Ez 8 darab van, hát ebből legalább kell 24 darab. Három ólanként, aztán akkor ugye háromszor ennyi pénz, akkor 3 millió. Végül is nem lesz ám ez rossz, szerintem lehet, hogy a birkák simán termelnek majd annyit. Meg azt ne felejtsük el, hogy a birkák ugye még nincsenek maxon. Tehát olyan 200 pár darab van bennük, aztán 350 lesz majd, úgyhogy jóval többet fognak. Na srácok, akkor pakoljuk le. Rakjuk odébb egy kicsit. Aztán majd elrendelem. Így. Így, baze. Ugye 1,3 milliónál voltunk. Ez nem az rossz. 1,3 milliónál voltunk, úgyhogy azt jegyezzük meg kb. Hogy azért tudjuk, hogy mennyit keresünk. Már 2,5 milliónál vagyunk. Ezt az egész sort odébb tolom. Ezt az egész sort is odébb tolom. Ezt is odébb rakjuk. Ja, olyan 3,3 millióra fogunk szerintem fölmenni. Én annyiba gondolkodok. Van itt még, úgy menjen. Mondom, hogy 3,3 millió lett. Nem, 3,2 millió, eladtuk az összeset? Hát körülbelül mondhatni, eladtuk az összeset, még mindig valami csúkdogál, de nem tudom, hogy mi. Lehet, hogy van valami bugok.
Jó, figyeljetek, 3,1 milliónk lett, ami szerintem nem rossz, ezt most itt hagyjuk. És akkor meg kell nézni a területeket mindenképpen. Fú, egyébként mit csinál a 35-ös terület? Gyapod van, Jézus Úristen. Na hát azt semmiképpen nem fogjuk learadni. Na, gondoltam, hogy egy olyan lesz rajta, amiket nem tudom ugye learatni. Ezen meg ugye azt hiszem, hogy burgonya van, ami eléggé szar. Jó, a 35-ös területet meg fogjuk venni, és mindenki, ne haragudjatok gyerekek, de én oda akarom a csodálatos marha telepemet elrendezni. Az azt jelenti, hogy várjál már, állatólak, és vannak olyan akkora marha telepeim, ugye nem tudunk már csak négyet csinálni, úristen, ez mi? Ez disznó. Várjál, ez 200 fős, ez 100 fős, azt nekik még nem csodák, 250 fős, ez 600, ez 100, ez 200. Az a baj ezzel a 600 fősszel egyébként, mert ahogy, ez nagyon brutál ám gyerekek. Az a baj vele, hogy ennek külön van egy ilyen iszap tartály, amelyik nagyon messze van tőle, és rengeteg helyet foglal. Mondjuk ez 600. 600 főrőhelyes, Jézus Úristen. Ez a legnagyobb. Hát van ez 200-as, ez mekkora? Mondjuk ez a 200-as se rossz. Mondjuk ennek az nem tetszik. Várjátok, el kéne mennünk a izé területhez, a 35-öshöz, és akkor megnézni, hogy viszonyítási alapot, hogy körülbelül mekkora helyet foglal, vagy mekkora helyet kell neki csinálnunk, tudjátok. Úgyhogy ezt így kell szerintem, így lenne jó. Hogy megnéznénk, hogy mekkora helyet foglal. Na, ez mekkora helyet foglal itt. Úristen gyerekek, hát nincs ekkora hely a világon. Ez a 35-ös föld. Nem, ez a 41-es föld. Nem, nagyon nem jó helyen vagyok. 35-ös. Az még odébb. Itt van 35-ös. Na baza, ez nagyon durva nagy. 600 férőhelyes. Mondjuk az azért nem rossz. Figyelj, innen indulna. De ez 2-3-at ide leraknánk. Jézus Isten! Kipörvá megint megtébolyodott, nem? Ugye 3 darabot ide szerintem azért így el tudnánk helyezkedni, nem? 3... Lenne 1200 marhám, hallod, megbolondulunk gyerekek. Na, egyébként ez az esővel valamit jó lenne csinálni, nem tudom, hogy mikor fog elállni. Most megint pörgetem az időt, ez megint nem lesz nekem jó, de mikor fog elállni ez. Zavaró ez az eső, gyerekek. Pont nem kéne pörgetnem az időt. Na jó, van, mindegy. Kellene építkezni, tereprendezés. Na, srácok, itt aztán nagyon ki kéne találni, és itt kellene is menteni egyet, hogy a véletlen nagyon elcsesszük. Akkor tudjak módosítani. Gyerekek, mi ez a lag? Mi van ma? Azt hittem kifagyott, de a menüben olyan lassan lép be meg ki, hogy azt hittem, hogy kifagytunk. Na srácok, itt kellene kitalálni, hogy körülbelül milyen magasságban dolgozzunk. Én abba gondolkoztam, hogy körülbelül ennek a löszfalnak, a felső felének a magasságába kéne simítanom. Ugye mindenképp akarok simítani, úgyhogy ezzel ne is gondoljátok, hogy nem. Mert nekem az muszáj, ez kell. Mivel nem akarom, hogy az ólak simítsanak így random helyekre. Úgyhogy ezt mindenképp. Ugye, olyan, mint hogyha azt a löszfalat folytatnám. Érted? Úgyhogy ez ilyen lesz, itt van ezt a löszfalat meghagyjuk. És így. Így körülbelül, jó? És azokat a fákat is meghagyom, valamilyen szinten autentikus legyen.
Srácok, nagy munkához, nagy projekt kell, bazzeg. És tovább nem húzom, mert ugye még le is kell gömböítenem majd a szélét. Egyébként nem egyszerűen ezt... Ó, hogy a rohadt életbe azt fölidejöttem. Fölhúztam ott is, ahol nem akartam. Az egy visszavonás gomb annyira hiányzik. Azért azt el tudnám viselni. Egyébként lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy így beállítod. És akkor így megyünk. Így is átugrott egyel. Addig kellene ezt csinálnom, amíg nem lesz csúnya. Látod, itt még nem olyan nagy ez a domb. Szerintem ez lesz a legjobb, itt, mert itt, hogyha lesimítom, akkor ugye itt van egy dombos rész, és kb. Ugyanoda fogunk kiérni. És ez nem lesz, én úgy gondolom, hogy rossz. Nem tudom, hogy meddig kellene eljönnöm még. Hú, gyerekek! Az esőben elég furcsa. Remélem egyébként, hogy tetszeni fog nektek. Hogy a rohadt életben, hogy az mindig odébb ugrik egyet. Ezt úgy utálom egyébként. Próbáljuk meg így fordítani, hogy akkor inkább erre ugorja. Hát ez horribilis. Megint elugrott arra. Tök jó, hogy nem akarom, hogy arra ugorjon, de arra ugrik. Ha mindegy, akkor odébb visszük még ezt az egészet. Ezt a löszfalat nem nagyon akartam bántani, de talán így még azért nem fog elcsufulni. Nem, ez pont még benne van. Jó van. Jó van, mazli. Inkább óvatosan, mert nincs visszavonás. Szóval megszívja a keeper. Csufos lesz a dolog. Jó. Tovább nem megyek, mert itt meg már nagyon nagy a szintkülönbség. Úgyhogy elkezdünk jönni erre. Jó? Horribilis mennyiségű pénzt elcsöszünk. Azt tudom. De ugye egyébként elcsesznéd amúgy is, mert ha lerakod az épületet, akkor az épület ára annyiba változik, hogy a terepet mennyire kell átrendeznie. Úgyhogy azt ne felejtsétek el, szóval most te lerakod az épületet, akkor nem feltétlenül pontosan ugyanannyit fog levonni tőled. Na srácok, látod? És szerintem ez pont jól fog kijönni a másik oldalra. Úgy nagyjából. Jó, közepét majd könnyebben simítom le. Hát ez egy nagyon nagy telep lesz. Jó, írtátok egyébként, vagy volt, aki írta, hogy hú, hát miért nem a telepre csinálom, mert az a baj, hogy az nincs elég hely neki. Hogyha látta valaki a régebbi videóban, már próbáltam, majd megmutatom, hogy azt az ólat, hogyha én le akarom rakni arra a telepre, akkor mi történne? Hát az történne, hogy nem férne el konkrétan sehova. Vagyis azt az istálót, és én szeretném azt úgy csinálni, hogy jó legyen. Jó, még a mellettünk lévő terület is a miénk. Ó, jaj, de jó. Várjál, nem jó húzom. A mellettünk lévő terület is a miénk. Úgyhogy azzal együtt tudjuk itt módosítani a dolgokat. Ez most sík? Remélem, hogy sík. Nehogy elcsesszem, ja nem sík. Ott el van cseszve. De most ez végig sík? Várjál. Nem csesztem el? Nehogy elcsesszem, mert akkor megőrülök. Ez körülbelül szerintem sík. Jó. Meghúzzuk a másik felét is, elkezdjük. Itt szépen. Itt ugye tudom, lesz egy ilyen dombos rész, azt mindenképpen el fogja tüntetni a keeper, szóval ne aggódjatok. Ez nem lesz ilyen csúfos. Föl nem az enyém, mit nem az enyém, minden az enyém. Úristen, mennyibe pénzbe kerülhet így kiásni. Ezt mindenképpen le fogom így gömböíteni. Szép lesz, gyerekek, ne aggódjatok, jó?
Csak egyelőre még tervez a keeper, és itt van egy nagy domb, és nézzétek, hogy fogy el. Látod? Fogy el, fogy el, fogy el, és ugyanoda fogunk kiérni kb. Látod? Egy sík részre. Oda nézzé. Látod? Szóval nem, nincs ideje, nincs olyan probléma, hogy így, látod? És pont oda kiérte, itt van egy ilyen nagy domb benne. Azért gondoltam, hogy ez kb. Így kellene megtervezni. Még gameplayen kívül is néztem, hogy ez a magasság, ez körülbelül egyezett ezzel a magassággal, amelyik ugye itt van a kerítésnél. És ez így fog kinézni jól. Jó, most elhúzzuk arra. Így egy vonalba. Ugye itt sík végig. És a közepét akkor lesimítjük. És valószínű, hogy le is fogom rakni már azt a nagy épületet, hogy tudjunk valamihez viszonyítani. Ugye ide azért kell nagy hely, mert ugye kell nekem bunkersiló, kell nekem minden. De viszont ezt már meg fogjuk tudni csinálni ilyen nagyon szépre, ezt a területet, mivel ugye van pénzünk. És a tyúkoknál az volt a baj, hogy nem volt pénzünk. Na tudod, nem is lesz ez ilyen csúnya. Majd meglátod, hogyha elkészül, akkor jó lesz. De ugye nekem sík terület kell az építkezéshez. Gyerekek, bazeg, 600 férőhelyes marha istálló. Na, az azért odaver, nem gyerekek? Az azért odaver. Majd megnézzük azért, hogy nincs-e véletlen. Mert úgy emlékeztem egyébként, van valami 400 férőhelyes, és nem tudom, hogy a francba hol tettem azt, vagy mi van bele. És igen, és ez így pont így összeért. Nagyon jó, gyerekek. Jó, a kerítését kisimítjuk. Összör nem akartam addig, nehogy valami bele nyúljak. Hát lehet, hogy ez kerítés alá mentünk, igen. Úgyhogy akkor ezt... Mária? Ezt akkor inkább visszahúzom. Addig azt így legyen, jó? Inkább legyen ott egy dombos rész. De a kerítés alá nem menjünk be, mert az akkor csúfos lenne. Így lesz így, gyerekek, jó? Oké, gyerekek, kész van az egész. Már csak a közepét kell lesimítani, ami már nagyon könnyű lesz, mert ugye a közepét már ilyen egyszerű. Ott már nem tud elcseszni, a szélénél kell nagyon figyelni. Most kocsi. Ez? Bazzet, tudod mekkora lesz? Tíz egy stadiont építünk, hallod? Jó, pörög a pénz, fogy. Annyi baj legyen. És egy pár százezerre, vagy egy fél milliót elköltünk erre. Annyi, az se érdekli a képről. Nézzé, hallod? Tiszta idő, nem is tudom, ilyen SimCity. Hát ez így kell, gyerekek. Figyeljetek, ez a farming szimulátorban benne van. Ez nem azért csináljuk, mert ez hackerünk, vagy izélünk, vagy cheatelünk. Ez egy opció a farming szimulátorban. Ezt neked tudod csinálni, neked ezt kell csinálni, hogyha éppen szükséged van egy nagy flacra, azt így tudod megoldani. Hát ez nincs ebbe semmi ide, nincs ebbe semmi gond, vagy nincs ezzel semmi gond. Nézzétek meg, itt az löszfal megmaradt, ugye itt körbe tudunk dolgozni, itt le kellene gömböíteni azért, viszont annyit kéne, hogy meg kell nézni, megnézem még ezeket az állatokat még egyszer, mert én úgy emlékeztem, hogy volt másik is, ami jó. Ja, ez a legnagyobb, és nincs másik, ami itt van a 250-es. Van 250-es, gyerekek. Mondjuk az lehet, hogy barátibb lenne, nem? Nem tudom, az nagyon durva. Mekkora van még? Van 200-as, meg van 250-es. Ha itt van még egy rész, amelyik nincsen elsimítva. Megcsináljuk a legnagyobbat? Azt mondjátok, mi gondoljátok? Bazza, csináld meg a legnagyobbat, állat! Ja, 200, ez is 1000 marha lenne, érte. Csináljam a legnagyobbat. Gondolom, hogy biztos azt mondjátok, hogy megszavaztassuk, gyerekek? Ez jó lesz egyébként. Figyeljetek, itt ugye be is tudok jönni az útról, tök jó lesz. Jó is néz ki az egész. Itt van, ez az egy csúcság van, meg ott a kicsit odaébb egy kicsit. De ezt ugye meg tudjuk oldani. Figyeljetek, a... Még itt ez minden? Gyerekek, olyan lagok vannak, hallod? Olyan lagok vannak. Azért memóriában azért történnek itt dolgok ilyenkor.
És ezt meg ugye úgy tudod megoldani. Várjál, meg kell néznem, hogy erősséget akarok növelni, az meg Ctrl-E. Nyíl erősségre. Úgy. És akkor, szóval középső egérgomba, jól emlékszem. Nem fogja tudni felhúzni? Várjál, nekem kell felhúznom, és ahhoz kell emel, csinálnom majd, várjál. Így baze, ezt az erősséget, ezt lejjebb követni, apa. Mondjuk egy egyes, hogy erre. Kicsit itt hülyeséget csináltam. Na, az a lényeg, hogy ezt följebb kéne emelni. Na, ez így most nem az igazi. Nem tudok simítani sajnos így. Vagyis így összefűzni, úgyhogy ezt föl kell emelnem. Azt akarom, hogy szép legyen, gyerekek, hogy ne, tényleg ne érje szó a ház elejét. Úgyhogy csinálunk egy ilyen dombos, timbes, dombos részt, amelyik jól fog kinézni. Jó, hát ez most költjük a pénzt ezerre, tudom. Ó, hogy rohadj meg, nem oda akartam klikkelni, nem egyszerű. Fogjátok látni, hogy mit csinálok egyébként, meg fogjátok látni. Ó, bazza. Beljebb, ne itt! Annyira nem... Jó rakorógépes vagy, de nem látsz térbe, mi? Mondanátok. Kicsit így nagyobb, talán így jobb. Aztán ezután szerintem jobban meg fogom tudni oldani ezt a simítást. Remélhetőleg. Jó. Nézzük, hol van még elcseszve. Bocs, hogy tökölős, de tényleg szépre akarom megcsinálni, ha egyszer csinálom valamit. Jó, szerintem, hogy nagyjából jó. Annyit kéne csinálnom most. Viszont le kéne simítanom. Ez viszonyít. Várj, itt nincsen lesimít doboz. Úgy. Egy csíkba le kéne simítanom. Oké, okay, és most jöhet majd az összehúzás, középső egérgombbal. Úgy. Várjunk, lehet, hogy izébe kellene. Így. Egyébként ide egy betonfalat is rakhattam volna, az tök feelinges lett volna. Nem, gyerekek? Ez tök feelinges lett volna. Hogy kiástam volna, és akkor vazze, betonfalat kell volna raknom, az tök jó nézett volna ki. Ugye rendes, van ilyen izé, van ilyen bunkersilós betonfal, amivel meg tudtuk volna csinálni. De egyébként így is tök jó néz ki, szerintem. Így, né. Ugye be lesz füvesítve, akkor még jobban fog kinézni. Így, nyis látszok, jó ez. Szerintem ez így tök jó. Így, itt is ugye megcsináljuk, itt könnyebb lesz, mivel ott ugye a mi földünk van mellette. Így, né. Oké, így tök jó, bele is illeszkedik abba a löszfalba.
Itt is folytatjuk. Úgy. Ez a sarok is így menjen le azért. Legömböítjük. Úgy, tök jó. Lesimogatjuk a sarkát. Ez is. Ezeket az éreket eltüntetem. Még traktorral is lehet ugye közlekedni, ha akarsz. Úgy van gyerekek, szerintem perfekt. Annyit kérek, srácok, hogy írjátok meg, hogy szerintetek melyiket rakjam le. Várj, még egyszer ránézek arra, hogy a mekkora ez a nagy, mert egyébként félek egy picit, az horribilis nagy, bazze, hogyan rossz ebbe? Túl nagy talán, úristen. Úristen. Ugye ezt legalább be kéne raknom, addig, nem tudok jobban eltávolítani, az a durva, hogy valahogy így ide be kéne raknom. És akkor ugye hány fér? Egy. Kettő. Ebből három darab elfér, akkor örülünk neki. De ez nagyon nagy. Ez így, hogyha így berakom, akkor körülbelül kiéri gyertig. Mondjuk aztán van még előtte bőven hely. Ugye bunkersilókat kellene elérakni. Valahogy úgy kellene, hogy minden egy elé külön, talán. És akkor egybe be tudod fordani a kaját nekik. Három ilyen nagy dög, nem? Vagy pedig a kisebbik. Majd írjátok meg, hogy szerintetek hogy lenne jó, vagy hogy tetszene. A terület majd ugye még egy kicsit lesz. De egyébként nézzétek meg, hogy ilyen... Itt van egy ilyen dombrész. Ezt még esetleg le lehet simítani. Be lehet füvesíteni, ugye, akár fákat is ültethetünk rá. Úgyhogy szerintem egyébként korrekt lesz, meg igazából nem is kell nagyobb plac ennek az egésznek. Bocs, hogy esik az eső, de nem merek pörgetni már jobban az időbe, mert ugye kifogy a kajából a dolog. És ugye itt meg szépen itt le van gömböidve, és ugye itt tudunk termeszteni akármit. Ezt a lösztfalat, ezt direkt meghagytuk, szerintem tök jól néz ki így. Így még hozzá kapcsolódik is, hogy ugye itt nem izai volt, nem egy ilyen nagy ugrás, hanem olyan, mint hogyha tényleg itt lenne egy ilyen lösztfal. Jó van gyerekek, szerintem akkor ennyi lett volna. Megvan ez a jó nagy plac. Ura egyébként be lehetne rakni ilyen izéket, ilyen gépszíneket. Tényleg azt kellett volna, megmutatom, hogy mire gondoltam, nem bírom ki. Bocs, nem bírom ki, hogy megmutatom, hogy egyébként nagyon akar. Na. Gyorsan, lehet, hogy nem tudom, hogy megvan-e egyébként még. Azt hiszem, hogy ez a dekorációban volt. Itt vannak ezek a böszme nagy betonfalak. És akkor ugye ebből meg tudtunk volna csinálni olyat, hogy ugyanúgy felhúzni, és akkor így csinálsz ide egy betonfalad végig, és akkor ide meg a sheltereket tudnád rakni. Ez mondjuk nem lenne rossz, vagy a bunkersilót. Úgyhogy lehet, hogy ezt vissza fogom simítani, és akkor végig rakom betonfallal, és akkor tényleg lehetne ilyen shelter, vagy pedig lehetne bunkersiló, így pont ezen a részen, és a két végén ugye meg tudnánk csinálni az utat kifele. Ez lesz, gyerekek. Ez kéne. És ugye lenne akkor itt egy bejárat, lenne út, meg lenne itt egy bejárat, középen meg lenne a bunkersilók. Érted? Így végig. Ilyen nagy betonos izé a domnál. És ez akkor nem is tűnne el, hanem akkor olyan, mint a direkt itt csinálták volna. Szerintem ez egyébként jó. Remélem, hogy tetszik mindenkinek, szóval nincs azzal gond, hogy ez ilyen lett, szerintem tök jó. Figyeljetek, az a baj, na erről beszéltem, hogy ezt még mindig ezt is megmutatom, bocsánat, csak azért, hogy érzékeljétek, hogy ugye azért nem volt jó ez a telep, mert így érted, most ez így belóg a bálákba, meg mit tudom én. Egyet le tudsz rakni, vagy esetleg így le tudsz egyet rakni talán, de itt se, mert így túl lóg. Látod, itt ide tudnál rakni, egy csomó olyan épület van, amit én nem használok, tök fölöslegesen, ide se tudod rakni, kilóg az útra, szóval azért kellett egy olyan, amelyikre én tudok pakolni. Ide kellene három ilyen nagyet. Egy, kettő, három, oda a bunkersiló. Kész.
Megvan oldva. Na, köszi szépen a figyelmet, írjátok, hogy hogy tudnátok elképzelni. Sziasztok!